Mi a baja, hogy állandóan zaklat? Ferian, ne kelljen megbánnom, hogy elárultam! Feria! Feria, könyörgök! Elég ebből! Ne nézz már így rám! És... az elméleteidet is tartsd meg magadnak! Szerintem túl sok filmet nézel. Ne színészkedj! Mindketten tudjuk, hogy te zártad be őket. Igen. Feriával jól kiszúrtál. Ügyes vagy. Viszont Emir ezt annyira nem fogja értékelni. Mit akarsz? Ne pletykálk, hogy Güncséről. Hát emiatt aggódt. Hidd el, az a csóró kis barátnőt. Még pletyka alanynak se elég jó. Ne aggódj. Feria, kérlek! Ne csináld ezt! Feria, kérlek! Mondd el, mit akarsz tőlem! Miért tetted? Most miről beszélsz? Mondd meg te! Az arcomba mondd, ha bajod van velem! Elég ebből. Nekem erre nincs idő. Figyelj Feria, rám! Feria, nyugi! Mi folyik itt, hölgyek? Mit akarsz még tőlem? Mondd ki mindenki előtt! Halljam! Nem akarok én tőled semmit! Milyen mesét találtál ki rólam és Emirről? Erről van szó. Semmit. Rám nem volt szükség. A mesétek a te műved. Bár nem is mesének mondanám, inkább egy egész eposz. Több kötetes. Most pedig menj a dolgodra. Ande, mit művelsz? Ereszel! Kreatív volt. Találkozó a tanteremben. Próbáltuk kitalálni, mi történhetett, de kíváncsiak vagyunk, elmesélhetnéd. Na, halljuk! Milyen volt? Romantikus? Vagy inkább kicsit van? Hey. Menj a pokolba! Hey. Nyugodjatok meg! Feria! Elég már a baj! Nyugodj meg! Korály! Elég ebben, Feria! Lássuk csak, mit tartogatsz még! Mire vagy képes, Feria? Te voltál! A te műved az egész! Igen? Ande! Engedj el, Korály! Hallgatlak! Mi a gondod velem? Mit is csináltam? Áruld már el! Te zártad be az ajtót! Mi? Elég ebből! Még mindig nem tértél magadhoz az Emirrel töltött éjszaka után! Menj a pokolba! Hagyjátok abba! Feria, ne csináld! Szállj le, Feria! Elég már! Feria! Elég már! Feria! Elég! Mi a baj? Ereszd már el! Feria! Láttátok, hogy megtámadt? Mégis az ő pártját fogjátok! Vondd vissza, amit mondtál! Feria, elég! Elég! Feria, hagyd! Elég! Ezért még megfizetsz, Feria! Megfizetsz! Ő zárt be minket a terembe! Csak hogy utána pletykáljon rólam! Feria! Günce, mondd el! Gyerünk! Mondd el nekik is, amit nekem mondtál! Igen, Günce. Hallgatunk. Tessék. Szóval mondandód van a tegnap estéről. Akkor mesélj. Mindenről. Günce, szólalj már meg! Mondd el nekik, amit nekem is mondtál! Nem tudok semmit. Mi? Miért csinálod ezt? Ezt nem hiszem el. Feria! Vége a műsornak! Oszolj! Feria, várj! Még mindig utána rohan! A drága Feria után! Na, oszolni! Ennyi volt! Vége gyere, a műsornak! Menjetek a dolgotokra! Ez meg mi volt? Ne rohanj! Várj meg! Feria! Miért mondtad el nekik, Emir? Hogy voltál képes ilyesmire?
Ez neked csak játék, ugye? Végre megint van miről pletykálni a haverjaiddal. Elégedett vagy? Kiszórakoztad magad? Mi a fenéről beszélsz? Térj már részhez! Mindenki arról beszél, hogy megkaptál. Így már érthető? Feria! Hande, szállj be a kocsiba, gyerünk már! Eresz! Én itt maradok, amíg Emir ide nem jön. Emir szépen idejön, és bocsánatot kér tőlem az egészért! Ne feszíts túl a húrt! Ne mondd meg nekem, mit tegyek. Ez az egész a csóró barátnőt hibája. Nézd, itt jön, biztos esdekelni fog. Mi volt ez? Tessék! Inkább bocsánatot kéne kérned. Mi történt? Na, valaki mondja már el, mi van. Még mindig nem érted. Tudod, mi történt, Emir? Nézd! Hát ez! Most már érted? Miért csináltad, Hande? Nem csináltam semmit. Ő esett nekem, mint egy őrült. De miért esett neked? Nagyon kiakadt, de mégis miért? Emir, ne kiabálj. Feria meg tudja védeni magát, ez egyértelmű. Nem láttam az egészet. Nyilván nem tudok mindent. Emir, velünk akarsz jönni? Vagy inkább itt maradsz Feriával? Ha? Szaladj csak hozzá! Nézd meg, letörte a körme! Ez az! Hande. Menj csak hozzá! Hande, gyere, szálljunk be. Vajon a barátnője? Ugyan már, Emir Sarafoluról van szó. Megkapta, amit akart, aztán továbbállt. De biztos, hogy így történt? Hát persze, mi másért volt ez a jelenet? Még Handét is megtámadta. Nem volt semmi. Pár nap és elfelejtik. Tényleg? Te már csak tudod, igaz, Emir? Nincs tapasztalatom ebben. Neked biztos bőven van. Nem kell a szívedre venned minden ostoba pletykát. Emir. Hande bezárt minket, kitervelte az egészet. Feri, nem érdekel, mit csinált Hande. Csak az, amit te. Igen. Megváltoztál. Mintha nem is ismernélek. Nem értem, hogy egy olyan lány, mint te, hogy tudott ennyire kikelni magából. Tessék. Elárulnád, hogy miről beszélsz? Nem látod, hogy itt a suliban mindenki rólunk beszél? Hát persze. Hihetetlen. Téged nem érdekel, mert engem szégyenítettek meg. Te csak hírnevet szereztél. Várjunk csak. Te komolyan gondoltad, amit az előbb mondtál? Igen. Figyelem. Semmi nincs Feria és köztem, jó? Mindenki figyeljen ide! Semmi sincs Feria és köztem. Semmi sem történt tegnap éjjel. Még a kezét sem fogtam meg. Halljátok? Megértettétek? Most örülsz? Most már örülsz?